Kedves barátaim, tisztelt nézők! Ma ünnepeljük az 1848-as forradalom és szabadságharc 161. évfordulóját. Mindannyiunknak más jelent a szabadságharc, de abban egyetértünk, hogy ez a periódus a magyar történelem egyik legdicsőségesebb korszaka volt. Miben rejlett a szabadságharcnak a titka? Nos, nem abban, hogy mekkora haderőket vonultattak fel a csatamezőkön, hanem elsősorban ott keresendő ez a titok, hogy különböző népek, különböző nemzetiségek összefogtak a magyar szabadságért, függetlenül attól, hogy milyen származásúak. Gondoljunk csak bele, mennyi lengyel, mennyi zsidó, mennyi német, akár osztrák, szerb, román vagy cigány származású honfitársunk harcolt a magyar szabadságért. Nos, ha visszaemlékszünk, érdemes történelmi tanulmányainkból felidézni, hogy először a lengyelek csatlakoztak a magyar szabadságharchoz. A lengyelek és azok a lengyel légiók, amelyek magyar és lengyel zászló alatt küzdöttek hazánkért is, többek között olyan kiválóságok vezették őket, mint Bem József vagy Dembinszky Henrik. De ne felejtsük el a szerb származásúakat sem. Ugye emlékeznek rá, hogy Damjanich János ott volt a katonai vezetők között. Vagy fel tudjuk idézni a nevét Vukovics Sebőnek, aki a Szemere Bertalan által vezetett magyar kormánynak volt minisztere. De nem szabad elfelejtenünk Petőfi Sándort sem, aki részben szerb, részben szlovák származású volt. Több mint 10 000, vagyis számarányukat bőven meghaladó zsidó származású honfitársunk küzdött a szabadságharcért katonaként, de orvosként és hírvivőként is. De cigány származásúak is voltak a hírességek között, elég csak Erdély hősét megemlítenünk, Gábor Áront. Hosszan lehetne a sort folytatni, hiszen itt van a horvát származású Knézics Károly, vagy a román származású Móga János altábornagy. Vagy ne is beszéljünk a cseh származású, de egyébként német anyanyelvű Klapka Györgyről. Mind-mind a magyar szabadságharcért küzdöttek, és nevük mindannyiunk számára máig ismerősen cseng. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg azokról sem, akik nem kisebbségben voltak, hanem tulajdonképpen a Habsburg birodalomnak a többségét alkották, osztrákokról, németekről. Legismertebb vezetőik voltak Aulich Lajos, Pöltenberg Ernő, vagy Leiningen Westerburg Károly, akik később Aradon vértanú halált haltak. Egyébként vértanúink több mint felének az anyanyelve nem magyar volt, németül beszéltek egymással, és mégis a magyar szabadságharc hőseiként tartjuk őket számon. A szabadságharc természetesen nem csak rólunk, magyarokról szól, hanem legalább szól ugyanolyan erővel azokról, a nemzetiségekről, akik csatlakoztak hozzánk, és együtt harcoltunk a magyar szabadságharcért. És bizony, a szabadságharcos és szabadságharcos között nem csak mi nem teszünk különbséget, hanem ellenségeink sem tettek annak idején. És ha így van, hogy magyarok és nemzetiségiek együtt harcoltak annak idején a magyar szabadságért, és közösen áldozták fel életüket, vajon most, amikor együtt élünk a szabadságban, miért zárnánk ki őket ebből? Miért ne emlékeznénk meg együtt a szabadságról és történelmünkről közösen velük? Magyarország színes ország volt 161 évvel ezelőtt. Színes ország, mert együtt harcoltunk közösen azokért a szép eszmékért, amelyek most megvalósulhatnak. Ne feledjük el, a színesnek nem a fehér vagy a fekete az ellentéte, hanem a szürke. És mi nem szürke Magyarországot szeretnénk, hanem olyan Magyarországot, ahol a piros, fehér, zöld kokárda mutatja azt a sokszínűséget, amivel ki tudtuk vívni szabadságunkat végre, több mint 150 év után. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!